Mire Ralph befejezte a kürtelést, a tömeg már újra összegyűlt a mólón, De azért volt valami különbség a mostani és a reggeli gyűlés között. A délutáni nap most a móló túlsó oldaláról tűzött a gyerekekre, akiknek nagyobb része későn vette észre, hogy megégette őket a nap, és most gyorsan magára kapkodta ruháját. Az énekar azonban, mely most észrevehetőleg már nem különült el annyira, félredobta köpenyeit. Ralf egy kidőlt fatönkre ült, baljával a nap felé. Jobbján állt a kórű balján azok a nagyobb fiúk, akik a kiürítés előtt még nem ismerték egymást, előtte a kisebb gyerekek kuporogtak a fűben. Csönd. Ralf térdére fektette a nagy baj és rózsaszín kagylót, egy hirtelen támadt szellő fényjel szórta be a mólót. Még nem határozott, hogy őve marad-e, vagy álva. Bal felé nézett, a fürdőmedence irányába. Röfi a közelében ült, de nem sietett segítségére. Megköszörülte a torkát. Nos, mondta, és egyszerre csak azon vette magát észre, hogy folyékonyan tud beszélni, könnyűszerre el fogja mondani azt, amit a tábor tudomására akar adni. Végig simított szőke hajám. Szigeten vagyunk, mondta. Fennyártunk a hegytetőn, és megállapítottuk, hogy körös körül mindenütt víz van. Nem látunk sem házakat, sem füstöt, sem lábnyomokat, sem csónakot, sem embert. Lakatlan szigeten vagyunk, senki nincs itt rajtunk kívül. Jack közbevágott. De azért hadseregre mégis szükség van, mármint vadászokra. Tudni illik, malacokra kell vadászni. Mert malac van a szigeten. Mind a hárman azon voltak, hogy valami képet adjanak arra az eleven, rózsaszínű valamiről, amely a kúszó növények között kapálódzott. Láttuk. Visítozott. Aztán meglógott. Mielőtt megölhettem volna, de legközelebb. Jack belevágta kését egy fatörzsbe, s kihívóan körbenézett. A gyerekek újra elcsendesedtek. Látni való tehát, mondta Rav. Szükségünk van vadászokra, akik hús szereznek nekünk. Aztán van itt még valami. Felemelte a térdéről a kagylót, és személyre vette maga körül a nap égette arcokat. Itt nincsenek felnőttek, tehát magunknak kell gondoskodnunk magunkról. A nép egy kicsit zümmögött, aztán újra elhallgatott. S még valami nem beszélhetünk valamennyien egyszerre. Be kell vezetni a kézfelemelést, ahogy az iskolában szokás. Arc elé a kagylót, s mögülé újra körülnézett. S aki jelentkezik, annak odadom a kagylót. A kagylót? Ezt itt kagylónak nevezik. Magyarázta Ralf. Aki legközelebb szólásra jelentkezik, annak adom oda. Magánál tartatja, amíg beszél. De hát... Ide figyelj! És akkor nem szabad félbeszakítani. Csak nekem. Jack talpra ugrott. Törvényeket fogunk hozni. Kiáltotta izgatottan. Rengeteg törvényt. S ha valaki megszegi őket... Húj, A kutya mindenit! Nyomás! Éljen! Raf érezte, hogy a kagyló elkerült az öléből. Röfiát mellette a nagy bajszínű kajlót ringatva. és a kiáltozás lassanként elült. Jack, aki még mindig állt, bizonytanul nézett Ralfra. Ez rámosolygott, és tenyerével megveregette a fatörzset. Jack leült. Röfi levette a szemüvegét, s mi alatt az ingéhez dörzsölte, hunyorogva körülnézett. Miért vágtuk rá szavába? Nem mondhatja el a legfontosabbat? Hatásos szünetet tartott. Ki tud arról, hogy mi itt vagyunk? Tudják a repülőtéren. Meg a szócsöves ember. A papám is tudja. Röfi feltette szemüvegét. Senki sem tudja, hogy hol vagyunk. Mondta, elsápadt a lélegzete, kihagyott. Talán tudják, hogy hova indultunk, de az sem bizonyos. De, hogy most hol vagyunk, az semmikéig sem tudják, mert nem oda érkeztünk ahova elindultunk. Egy ideig még a fiúkra bámult, aztán megfordult, leült. Ralf kivette kezéből a kagylót. Épp erről akartam beszélni, mondta. Amikor ti... Amikor ti... Szembenézett a figyelő arcokkal. A repülőgépet lelőtték és kigyulladt. Senki sem tudja, hogy hol vagyunk. Lehet, hogy sokáig kell majd itt maradnunk. Olyan csönd támadt, hogy hajalani lehetett röfi felziháló, majd kihagyó lélegzetét. A hanyatló bedölt a fák alá, s aranyfényével behintette a móló nagyobbik felét. A lagúnának is fuvallatok, amelyek eddig úgy forogtak, mint a macskakőkök a farkuk körül, hirtelen utat találtak a fák között, és benyomultak az erdőbe. Ralf hátra simított egy homlokába lógó szőke hajtincset. Lehet, hogy sokáig kell itt maradnunk, Senki sem felelt. Raf váratlanul elmosolyodott. De ez klassziget, mondta. Jack, Simon meg én fent jártunk a hegyen. Pazar volt. Van enni, meg inni való, meg... Sziklák. Kék virágok. Röfi, aki időközben valamennyire összeszedte magát, a raf ölében heverő kagylóra mutatott, Jack és Simon rögtön elhallgatott. Raf folytatta. Tehát amíg várnunk kell, itt jól el fogjuk tölteni az időt. Széles karmazdulatokkal beszélt. Olyan ez, mintha könyvben olvasná az ember. A nép újra kiáltozni kezdett. A kincses sziget. Robinson szigete. A koral sziget. Ráfintett a kagylóval. Ez a mi szigetünk? Mondta. Nagyon jó sziget. Amíg a felnőttek el nem jönnek értünk, jó fogunk itt szórakozni. Jack a kagyló felé nyúlt. Malacok is vannak, mondta. Meg enni való, meg fürödni is lehet. Ott feljebb egy kis folyóban. Minden van itt. Talált valaki még mást is? Vissza a rafnak a kagylót, s leült. Úgy látszik, más senki sem talált. Az idősebb fiúk csak attól figyeltek fel a gyerekre, hogy ellenállt. Egy csomó apró fiú lögdöste maga előtt, Látszott rajta, hogy nem akaródzik neki előre jönni. Furcsa kis tök mag volt, körülbelül hat esztendős, arcán szederszínű anya anyi egyel. Most ott állt, kisé meggörnyedve a nyilvánosság fényétől, lábujjával a füvet piszkálta. Halkan motyogott maga elé, majd ott sírva nem fakadt. A többi apró fiú, sugdosodva, de komor arca Ralf felé lögdöste. Rendben van, mondta Ralf. Gyere ide! A gyerek rémülten nézett körül. Beszélj! A gyerek a kagyló felé nyúlt, amire a gyülekezet harsogó nevetésben tört ki. A gyerek nyomban visszarántotta a kezét, és sírva fakadt. Hadd vegye el a kagylót! Kiáltott a röfi. Hadd vegye el! Rá végül is rábírta, hogy megfogja a kagylót, de addigra a röhögésszel elfújta a gyerek hangját. Röfi mellé érdelt, egyik kezével a nagy kagylón, meghallgatta, majd továbbadta, amit a gyerek motyogott. Azt akarja tudni, tolmácsolta, hogy mihez fogsz kezdeni a kígyó izével. Ralf nevetett, a többiek is vele. A kisfiú még dacosabb, zárkózottabb lett. No, beszélj arról a kígyó izéről. Most azt mondja, hogy valami állat volt állat. Valami kígyó izé. Óriási nagy. Ő maga látta. Hol? Az erdőben. Az idő a futkósó szelek, és a lenyugvó nap egy kis hüvösséget engedélyeztek most itt a pálmák alatt. A fiúk megérezték, nyugtalanul izegtek, mozogtak. Ekkora kis szigeten nem élnek kígyó izék. Magyarázta Ralf nyájesen azok csak nagy országokban fordulnak elő, Afrikában, meg Indiában. Mormogás. A fejek komolyan bólingattak. Azt mondja, hogy az az állat a sötétben mászott. Sötétben? Akkor nem láthatta. Nevetés, éjenzés. Hallottátok? Azt mondja, hogy a sötétben látta. Azt állítja, hogy igenis látta. Jött, aztán elment, aztán megint előjött, és fel akarta őt falni. Ámodott. Ralf nevetve körülnézett az arcok gyűrűjében, vajon helyeselnek-e? A nagyobb fiúk szemlátomást egyetértettek vele, de a kisebbek között itt is, ott is felütött a fejét a kétség, amelyet észszerű érvekkel nem lehet lecsillapítani. Bizonyára Lidéz nyomása volt, mondta Ralf. A sok mászkálástól az indák között. Újabb komor bólingatások. Tudták, hogy mi a lidérc Azt állítja, hogy látta az állatot. Azt a kígyóizét. És azt kérdi, vajon az éjjel újra elő fog -e jönni. Nem fog előjönni, mert nincs. Azt állítja, hogy reggelre visszaváltozott olyan kötélfél évé, amilyenek a fákon lógnak, és felakaszkodott az ágakra. Azt kérdi, hogy éjszaka újra elő fog-e jönni. Nem, mert nincs. Most már senki sem nevetett, a figyelő arcok elkomolyodtak. Raf mind a két kezével a hajába turva szembenézett a fiúval. Nem tudta nevessene, vagy sírjon. Jack megragadta a kajlót. Rafnak természetesen igaza van, a szigeten nincs semmilyen kígyóizék. De ha sem volna, akkor mi vadászok megkeressük és megöljük. Malacokra is fogunk vadászni, és mindenkinek hozunk húst. És gondunk lesz a kígyókra is. De hisz nincs kígyó! Majd megbizonyosodunk róla, ha vadászni megyünk. Ralfot bosszatnotta a vereség. Úgy érezte, valami megfoghatatlannal kell szembeszállnia. Az arcát vizsgáló figyelő szemekben nyoma sem volt a jókednek. De hisz nincs ki jó? Valami, amire eddig nem tudta, hogy benne otozik, egyszerre csak szót kért, és arra kényszerítette, hogy hangosan és félreérthetetlenül újra megállapítsa. De ha mondom, hogy nincs ki jó? A gyülekezet hallgatott. Ralf újra felemelte a kagylót, eszébe jutott a soron következő mondani valója, és ettől újra visszatért a jókedve. Most pedig rátérünk a leges legfontosabb dologra. Gondolkoztam. Amíg megvásztok a hegyet, az alatt erősen gondolkoztam. Cinkos mosolyt villantott a másik két fiú felé. Most itt a parton tovább gondolkoztam, és a következő eredményre jutottam. Egyrészt szórakozni akarunk, másrészt azt akarjuk, hogy megmentsenek bennünket. A hallgatóság szenvedélyes helyeslése úgy elborította, mint egy hullám. Egy pillanatra elvesztette a beszéd vonalát, aztán visszazökkent. Azt akarjuk, hogy megmentsenek bennünket, és ez természetesen meg is fog történni. Zőrzavaros kiáltozás. Ez az egyszerű megállapítás, amelyet ugyanra a friss tekintélyén kívül semmi sem támogatott, egyszerűen eleven, fényes jókedvre derítette a fiúkat. Meg kellett lengetni a kagylót, hogy szóhoz engedjék jutni. Az apám a tengerészetnél szolgál. Azt mondta nekem, hogy már nincsenek ismeretlen szigetek. Azt mondta, hogy a királynőnek van egy nagy szobája, tele térképpel, amelyeken rajta van a világ minden szigete. Tehát erről a szigetről is van térképe. Vidám hangok hallatszottak, jó jókedvű hangok. És előbb-utóbb kiköt itt egy hajó. Lehet, hogy épp a papám hajója. Látjátok tehát, hogy előbb-utóbb megmentenek bennünket. És ezzel lezárva az ügyet, szünetet tartott. Szavai nyomán biztonságos nyugalom költözött a nép szívébe. Szerették, és most már tisztelték is rafot. Egyszerre mindenki önként tapsolni kezdett, a móló ünnepelte a vezérét. A szőke fiú elpirult, oldalt sandítva megállapította, hogy Röfi leplezetlen hódolatta a bámul rá. A másik oldalán pedig Jack somolyogva ugyancsak tanú adja annak, hogy ért a tapsoláshoz. Újra a magasba emelte a kajlót. Pofa be fiúk, várjatok, ide figyeljetek! S a győzelme nyomán keletkezett csöndben folytatta. Még valamit meg kell beszélni. Segítségükre tudunk lenni abban, hogy megtaláljanak. Mert megesetik, hogy jön erre egy hajó, s nem vesz észre bennünket. Tehát tüzet kell gyújtanunk a hegy tetején, hogy lássák a füstjét. A fél gyülekezet egyszerre talpon termett. Jack teljesen elfedkezve a kajlóról, elordította magát. Gyerünk, utánam! A pálmafák alatti térség megtelt zajjal és mozgással. Ralph is felugrott, de hiába kért csendet, senki sem hallgatott rá. Az egész tömeg egyszerre Jack nyomába csapódott, és elindult a sziget belső felé. Még a legapróbb gyerekek is felkerekedtek, és tehetségükhöz mérten nagy igyekezettel törtek maguknak utat a szerte heverő ágak és levelek bonyolult agadályai között. Raf egyedül maradt a téren, a kagylóval a kezében, Röfi társaságában. Röfi jutott elsőnek szóhoz. Mint a gyerekek, mondta megvetően úgy viselkednek, mint a gyerekek. Ralf kétkedő, bizonytalan tekintetet vetett rá, majd a fatörzsre helyezte a kagylót. Uzsonna idő van. Mondta Röfi. Mit képzelnek ezek? Mi ezt fognak most kezdeni ott fent a hegyen? Tisztelt teljesen megsimogatta a kagylót, aztán felvetette a fejét. Hé, hey Ralf! Hová mész? Ralf már a nyiladék kidőlt fáj között botladozott. Arrébb ága és hangos nevetés hallatszott. Röfi utálkozva nézett Ralf után. Mint a gyerekek. Mormolta. Nagyot súhajtott, aztán lehajolt, és megkötötte a cipő A vándorútra kelt nép lármája mindjobban elhalt a hegyoldalon. Röfi arcára egy apa fájdalmas mosoly költözött, akinek meg kell alkudni a gyerekeinek érzéketlen vadságával. Felemelte a kagylót, az erdő felé fordult, és lassan elindult a nyiladék szerte heverő között. A csúcs túlsó lejtén egy kis erdős fenség tenyered bele a hegybe. Ralfnak megint alkalma nyílt rá, hogy egy széles mozdulattal magához ölelje a világot. Ott lent annyi fát szedhetünk, amennyit csak akarunk. Jack bólintott. Az ajkát babrálta, a hegy meredekebb oldalán, körülbelül száz lábal a csúcs alatt a kis fensíkot, mintha az Isten is azért teremtette volna, hogy tüzifát termeljenek rajta. A nedves párától neki gerjedt fák alatt csak hamar elégtelennek bizonyult a sovány talaj, hamar kidőltek, elkorhattak, a kúszó növények keresztül kasó fonták őket, új csemeték sarjadtak ki alóluk. Jack a készenlétben felsorakozott énekkar felé fordult. Fekete szolgálati csákójukat az egyik fülökre csapták, mint egy satyogot. Mágját rakunk! Indulás! Kikerestek valamit, ami leginkább hasonlított az ösvényhez, s ráncigálni, vonszolni kezdték a kórházba törzseket és ágakat. Az apra is, mihelyt felért a csúcsra, lecsúszkált utánuk, míg végül Röfi kivételével már az egész nép munkában állt. De a legtöbb fatörzs már úgy elkorhat, hogy amikor odébb akarták vontatni, apró szilánkokra és rothadó foszlányokra húlt szét, és csak alig néhány fát lehetett egészében napvilágra hozni. Az ikrek, Sam és Erik voltak az elsők, akik egy valamire való tönköt zsákmányoltak, de nem igen tudtak mi kezdeni vele, amíg Ralph, Jack, Roger és Maurice a segítségükre nem sietett. Aztán araszonként felvonszolták a furcsa döglött holmit a csúcsra, és ott rábillentették a mágjára. Mindegyik munkacsapat tehetségéhez mérten ezzel azzal hozzájárult az eredményhez, a mágja mind magasabb emelkedett. Egy alkalommal Ralph és Jack egy vastagabb ág szállításánál kettesben maradtak, és diadalmasan egymásra vigyorogtak. A szél a magas helyre zúduló napsütésben, a kiáltozó hangok zűrzavarában újra kivirágzott köztük a barátságnak, a kalannak és az örömnek láthatatlanul ragyagó fénye. Bírjuk? Jack visszamosolgott a szőke fiúra. Mi ketten igen. A közös teher súly alatt összefogva megmásztak a hegy utolsó kaptatóját is. Együtt nyomták és fújták az egy-kettő-hármat, együtt öntötték rá a mágjára a nehéz tönköt. Aztán diadalmas nevetéssel hátra léptek, s Ralph mit tehetett volna egyebet, tótágast át, Alattuk, a kis fensíkon még mindig dolgoztak a fiúk, noha a kisebbek közül jó néhányan már belemuntak a játékba, és gyümölcs indultak az erdőben. Az ikrek meglepően eszesen néhány nyaláb száraz falevelet hoztak, és a mágia elé öntötték. S ahogy a fiúk észrevették, hogy a mágiai már elkészült, már nem tértek vissza újabb tüzelőért a fensíkra. Megálltak a csipkés rózsaszín hegytetőn, és körülfogták a mágiát. Ziháló lélegzetük megnyugodott, a verejték is felszáradt a testükön. Aztán lassanként elhalt a beszélgetés, és Ralph meg Jack egymásra néztek. Egyszer ébredtek tudatára szégyenüknek. De hogy vallják be? Ralph bíbor pirosra gyújt arca elsőnek szólalt meg. Most pedig... Megreszelte a torkát. Most pedig meggyújtod a tüzet? Hogy most a helyzet képtelensége napvilágra került, Jack is elpirult. Dadogni kezdett. Két percet egymáshoz kell dörzsölni, egymáshoz dörzsölni. A szemes sarkából Ralphra nézett, aki a tehetetlenségének utolsó bizonyítékát. Nincs valakinél egy ufa? Elép meg a tojást, aztán töritek fel. Mondta Roger, s gúnyosan összedörzsölte két tenyerét. Psz, psz, egy kis szél húzott a hegytető fölött. A széllel együtt Röfi is megjelent az erdő szélén, sortban, inkben, óvatosan szedve lábát, szemüvegén az alkony piros vízfényével. Hónap ott szorongatta a kajlót. Ralf rákiáltott. Röfi, nincs gyufád? A többiek is elismételték a kiáltást, a hegy szinte beleremegett. A Röfi csak a fejét rázta. Aztán a mágiához ért. A mindenit. Mondta. Jó nagy csomót hordhatok össze. Jó nagy csomót, az már igaz? Jack kinyújtott karjával hirtelen rámutatott. A szemüvege! Gyújtó lehetne használni. Röfit körülvették, még mielőtt meglépetett volna. Erezd el! Hagyjatok! A kövér fiú rémülten felsikoltott, amikor Jack lekapta arcáról a szemüveget. Az ég ágyon! Add vissza! Nem látok! Összetörítek a kagylót! Raf félrelökte, s letérdelt a mágja mellé. Ne áld el a napot! Lögdösődés, húzakodás, buzgó kiáltozás. Ralf ide -oda mozgatta a lencséket, amíg be nem fogta a lenyugvó napot, s izzó fehér tükörképét rá nem vetítette egy darab korhat fára. Szinte abban a pillanatban vékony füstcsóvá emelkedett az orrába, s megköhögtette. Jack is mellé térdelt, óvatosan ráfújt a fára, a füstcsóva azonnal el elhajolt, megsűrűsödött, egy apró lángocska tűnt fel A láng, amely kezdetben alig látszott a ragyogó napsütésben, belekapott egy ágacskába, megnőtt, megszínesedett, majd tovább kúszott egy vastagabb ágra, amely éles recsenéssel tüzet fogott. A láng még magasabbra szökött, a fiúk vad éjjenezésbe fogtak. – A szemüvegem! – ordított a röfi. – Adjátok vissza a szemüvegemet! Ra felállt a mágia mellől, s rövid tapogatózó kezébe nyomta a szemüveget. A kövér gyerek alig hallhatóan dadogott. Csak foltokat látok. Még a kezemet sem. A fiúk táncoltak. A fa olyan korhat volt, és annyira kiszáradt, hogy egész ágak lobbantak fel egyszerre emésztő sárga lángokkal, amelyek rögtön a magasba szöktek, és húsz lábnyi hatalmas tűz csóvát ugrasztottak az égnek. Több méternyi körzetben felizzott körülött a levegő, minden széllökés egy-egy szikra folyammal változott. Nagy tönkök fehér porrá morzsolódtak. Ralf elkiáltotta magát. Fa kell! Hozzatok fát valamennyien! Az élet most már csak versenyfutás volt a tűzzel. A fiúk ellepték a felső erdőt. Fényes lánglobogott tűzni ki a hegytetőre, ez volt most a közvetlen feladat, senki sem gondolt messzibb. Még a legapraja is, ha ugyan el nem csábították a gyümölcsök, kis a cipelt fel a mágiához, és behajította a tűzbe. A levegő mozgása most valamivel gyorsabb lett, fuvallatból széllé vált, úgyhogy már világosan meg lehetett különböztetni, honnét és hová fúj. A mágia egyik oldalán hűvös volt a levegő, de a másikon a tűz messzire kinyújtotta izzó, vad karját, és egy szempillantás alatt megperzselte az ember haját azok a fiúk, akiknek arcába fújt a szél, félbeszakították a munkát, hogy megízlejék hűvösségét, és egyszerre megérezték, hogy nagyon fáradtak. Levetették magukat a szerteszét meredező sziklák árnyékába. A nagy tűzsóva gyorsan zsugorodott, aztán a mágia egy halkan surlódó hanggal befelé dőlt, s nagy szikra árbócot növesztett ki magából, amely azonnal elhajolt a szél irányába. A fiúk fáradtan lihegtek, mint a kutyák. Ra felemelte karjára fektetett fejét. Ez így nem jó. Roger nagyöt köpött a forró porba. Hogy érted? Úgy, hogy nem volt füst, csak láng. Rafi két szikla közé leült a földre, és térdére fektette a kajlót. Ennek a tűznek nem volt semmi haszna. Mondta. És egyébként sem lehetne üzemben tartani, még ha akarna is az ember. Frászt akartad? Mondta Jack megvetően. Te csak ültél a fenekeden. De az ő szemüvegét használtuk. Mondta Simon, miközben karjával egy fekete foltot mázolt el az arcán. Azzal segített. Nálam van a kagyló. Mondta Röfi méltatlankodva. Tehát hagyjatok beszélni. A helytetőn nem érvényes a kagyló, tehát fog be a szád. Mondta Jack. De itt a kagyló a kezemben. Zöld kell a tűzre vetni. Mondta Maurice. Azzal lehet a legnagyobb füstöt csinálni. Nálam van a kagyló. Jack való hátrafordult. Fogd be a szád! Röfi egyszerre lehervadt. Ralph kivette kezéből a kagylót, és végignézett körülötte álló fiúkam. Kell egy külön csoport, amelyik gondját viseli a tűznek? Mondta. Akármikor erre vetődhetik egy hajó. A kifeszített drótként húzódó látóhatára mutatott. S ha meglátja a jelt, idejön, és hazavisz bennünket. És még valami, több törvényre van szükségünk. Ahol a kajtló, ott gyűlés van. Akár itt fent, akár odalent. Ezzel a nép egyetértett. Röfi szólásra nyitotta a száját, aztán elkapta Jack rajta nyugvó tekintetét, és újra becsukta. Jack a kajló felé nyúlt, és kormos kezével gyöngéden dédelgetve a kényes szerszámot, felállt, és előre lépett. Egyetértek rá a fal, mondta. Szükségünk van törvényekre, s be kell tartanunk őket. Elvégre is nem vagyunk vadak, angolok vagyunk. Az angol meg mindenben az első, tehát vigyáznunk kell arra, hogy csak a helyes és jó dolgokat csináljuk. Rav felé fordult. Rav. Szét fogom választani a kórust, azaz a vadászokat. Jobban mondva csoportokra fogom osztani őket, s vállalom a felelősséget a tűzért. E nagy lelkű ajánlat hallatára taps fröccsent fel a hallgatóságból. Jack rájuk mosolygott, aztán a kajlót meglengetve csöndet kért. Most meghagyjuk eladni a tüzet, mondta. Éjszak úgy sem látni a füstöt, s amúgy is meggyújthatjuk, amikor akarjuk. Az első héten az arcólam viseli majd a gondját, a következő héten a szoprám. A gyülekezet ezzel is egyetértett. És őrszemeket is mi állítunk. Holdakin megpillantunk egy hajót, minden tekintet kinyújtott, csontos karjának irányát követte, akkor majd zöldágakat égetünk, s vastagabb lesz a füst. Valamennyien a sötétkék látóhatára mereztették szemüket, mintha már is esedékes volna a vizen ringatózó apró, fekete ánkép megjelenése. Nyugaton a nap, mint ízó arancsöbb gördült alá, egyre közelebb és közelebb a világ pereméhez. Egyszerre mindjárt tudatára ébredtek, hogy közeleg az este, vége a melegnek és a világosságnak. Roger kezébe vette a kagylót, és komoran körülnézett. Én figyeltem a látóhatárt, mondta. Nyoma sincs semmiféle hajónak, lehet, hogy sohasem fognak bennünket megmenteni. A tömeg felzúgott, majd újra elhallgatott. Raf visszavette a kagylót. Azt mondtam, egyszer majd kimentenek bennünket innen és addig nem tehetünk mást, mint hogy várunk. Röfi most már semmit sem bánt. Felháborodva kezébe vette a kagylót. Én is csak ezt mondtam. Kiáltotta. A gyűléseinkről beszéltem, meg egyebekről. S erre azt mondták nekem, hogy fogjam be a szájamat. Hangja megbántott erény sírós sipításával vékonyodott. A hallgatóság nyugtalanul mocorgott, lehúrogta. Arról volt szó, hogy egy kis tüzet kell gyújtani és erre akkora mágiát raktatok, mint egy szénakazal. Én meg akármit mondok, kiáltott a keserű tárgyilagossággal Röfi. Akármit mondok, csak az a válasz, hogy fogjam be a szájamat. De ha Jack, vagy Simon, vagy Morris beszél... Általános felzúdulás. Röfi elhallgatott. Ált és a gyűlés feje fölött letekintett a meredek hegyoldalra, a kis fenségre, ahol a korhat fát gyűjtötték össze. Sírten elnevette magát. Oly különös volt a nevetése, hogy mindenki elhallgatott, és csodálkozva bámult a villogó szemüvegére. És aztán, röfi tekintetét követve, a többiek is lenéztek a hegyoldalra, megkeresni a fanyar nevetés eredetét. Jó kis tűz, annyi szent! Mondta Röfi. A kúszó növények közül, amelyek füzéreike kidíszítették a halott vagy haldokló fákat, itt is, ott is egy-egy kis füstcsóva emelkedett a magasba. És ahogy tovább nézték, egy villanásnyi tűzfény tűnt fel az egyik kötek tövében, és a füstcsóvák hirtelen meghíztak. Apró lángok mocorogtak egy fagyokérzete körül, a bozótokon keresztül felkúztak az ágakra és levelekre, szétváltak, megnőttek. Egy tűzfot hozzáért az egyik fatörshöz, s hirtelen felszalt rajta, mint valami fénylő mókus. Egyre vastagabb lett a füst, ide oda hullámzott, kifelé tört. A mókus a szél szárnyán átugrott egy másik, még álló fára, s lerágta magát a töve felé. A lombozat és a füst sötét sátra alatt a tűz rátette mancsát az erdőre, s marcangolni kezdte. Óriási fekete és sárga füstfehők hömpölyögtek megállás nélkül a tenger felé. A lángok és a tűz ellenállatlan száguldásának láttára a fiúk vad, rikoltozó éjjenezésbe kezdtek. A lángok, mintha élnének, a rózsaszín szikla kiszögelésén egy sor nyírfaszerű csemete felé kúztak, ahogy a jagár kúszik a hasán a zsákmánya felé. Felugrottak az első fára, amelynek ágén azonnal egy másik lom nőtt tűzmintákból. Aztán tovább vették útjukat a többi fa felé, átugrottak a réseken, s idóda lengves fellobbanva végig az egész soron. Az ugrándozó, viháncoló gyerekek alatt egy negyed négyzetméter fölnyi erdőben vadul őrjöngött a tűz és a füst. Egy-egy éles pattogás között olyva dobpergéssel zúgott, hogy a hegy is beleremegett. Jó kis tűz, annyi szent. Ismételte Röfi. Ralf megdöbbenve látta, hogy a fiúk hirtelen elhallgatnak, s megilletődötten figyelik maguk alatt az elszabadult természeti erők tombolását. És ez az áhidat Ralf fejébe kergette a vért. De hát fog be a szádat! Nálam van a kagyló. Felállt a röfi sértődöttem. Jogom van rá, hogy beszéljek. Üres szemekkel néztek rá, a kövér fiú nem érdekelt őket, csak a tűzdoppergésére pergésére figyeltek. Röfi idegesen tekintett lappokolba, idóda kaszált a kagylóval. Ez most már mind le fog égni, mondta. Pedig ez volt a tűzifánk. Megnyalta a száját. Most már nem tehetünk semmit. Ezen túl jobban kell vigyáznunk. Attól félek. Jack levette szemét az égő erdőről. Te mindig félsz valamitől. Te gömböc. Nálam van a kagyló. Mondta Röfi barátságtanul. Ralf felé fordult. Igaz, hogy nálam van a kagyló, Ralf? Ralf kedvetlenül fordult el az ijesztően gyönyörű látványtól. Mi a baj? A kagyló. Bármint, hogy jogom van-e beszélni? Az ikrek kuncogtak füstöt akartunk csinálni. Hát most nézd. Nagy füst nyúlt ki a szigetről, mert hosszúságban. Röfi kivételével valamennyien röhincsélni kezdtek, a nevetés egyre jobban elharapozott. Röfi elvesztette türelmét. Nálam van a kagyló, hát tessék figyelni! Kiáltotta. Az első dolgunk az kellett volna legyen, hogy valami menedéket építsünk magunknak lent a parton, mert épp elég hideg volt az éjjel is. Aztán Ralph azt mondta, hogy tűz, s erre valamennyien üvöltve meg sikoltozza felmásztatok ide a hegyre. Mint a gyerekek. Most már figyelmesebben hallgatták a prédikációt. Hogy képzelitek, hogy megmentsenek bennünket, ha nem tesszük rendbe a dolgainkat, és nem végezzük el rendesen a munkát? Levette a szemüvegét, és olyan mozdulatot tett, mintha át akarna adni a kagylót. Az idősebb fiúk nagyobb része már feléje is nyúlt, de Röfi meggondolta magát, s hóna alá csapta, s fellépett egy sziklára. Ideérve meg akkora tüzet nyújtottatok, hogy semmi hasznát nem veti az ember. Lángba borítottátok a szigetet. Nem fogunk röhögni, ha majd leég az egész sziget, s főgyümölcsöt fogunk enni naphosszat, meg pörkölt malacot. Ezen nincs mit nevetni. Ráfot megválasztottátok vezérnek, de arra nem adtatok neki elég időt, hogy kigondolja a dolgokat. Mond valamit, s erre mindenki elrohan. Mint. Mint. Meg kellett állnia, hogy lélegzethez jusson. Lentről rájuk bőgött a tűz. De ez még nem minden. Itt vannak a gyerekek. A kicsinyek. Kitörődött velük. Még azt sem tudjuk, hogy hányan vannak. Ralf hirtelen előrelépett. Mondtam neked. Mondtam neked, hogy ír listát a nevekről. Hogy írhattam volna, amikor magamra hagytatok? Kiáltott röfi méltatlankodva. Két percig vártak, aztán belestek a tengerbe, elmásztak az erdőbe, szétszélettek a világ négy tája felé. Honnét tudhattam volna, hogy mely kicsoda? Raf megnyalta elfehéredett száját. Egy szóval azt sem tudod, hogy hányan vagyunk itt? Honnét tudhatnám, amikor úgy szétszélettek, mint a hangyák? Aztán, amikor ti hárman visszajöttetek, és azt mondtad, hogy tüzet kell rakni, mindazonnal elrohant, és még arra sem volt időm. Elég! Mondta Raf élesen, miközben kikapta Röfi kezéből a kajlót. Nem tetted meg, hát nem tetted meg. Végezetül pedig megcsaptátok a szemüvegemet. Jack feléje fordult. Fogd be a szád. A kicsinyek meg lemásztak oda, ahol most az erdő ég. S hát, ha még most is ott vannak. Röfi felállt, s kinyújtott karjával a láng és füstengerre mutatott. Halkzúgás keletkezett a fiúk közt, majd elhalt. Valami különös dolog történt Röfivel. Lélegzet után kapkodott. Hol van az a gyerek? Dadogta. Hol van az a gyerek, akinek anyajegy volt az arcán? Nem látom. Hol van? A tömeg néme volt, mint a halál. Az, aki a kígyóról beszélt. Mondta Röfi. Az is lent járt. A lángok közt egy fa felrobbant, mint a bomba. Néhány köteg magas kúszó növény hirtelen kiegyenesedett, láthatóvá vált, majd haldokolva összerogyott. A kisebb fiúk sikoltozni kezdtek. Kígyók! Kígyók! Nézzétek a kígyókat! Időközben nyugaton a nap észrevétlenül a látóhatár fölé ereszkedett, már csak két-három múnyi választott el a tengertől. Vörös fényeset alulról a fiúk arcába, Rafi egy sziklának dőlt, mind a két kezével beléje kapaszkodott. Az a kicsi, akinek az anyajegy volt az arcán. Az hol van most? Mondom nektek, hogy nem látom. A fiúk félénken hihetetlenül néztek egymásra. Az hol van most? ráv szégyenkezve dadogott. Talán visszament a... Alattuk, a barátságtalan hegyoldalon tovább hangzott a doppergés.